Sziasztok, Betty vagyok! Sziasztok, én pedig Dia vagyok, és ez itt a Csajok Techről. Köszönjük nektek a sok jó fej hozzászólást, a Rockboxot pedig Szabi 98 nyerte meg. Igen, köszönjük szépen Szabinak a kommentjét. Tulajdonképpen arra kérdeztél rá, hogy hogyan kerültünk ebbe a szakmába, ami egy tök jó kérdés. Te igen, hogyan? Szerintem is. Hát, amit szerintem kevesen tudnak, az az, hogy a grafikus szakma alapvetően nem igazán egy férfiak által uralt terület, hanem egyre több nő dolgozik benne, tehát ez arányaiban eltolódott. Úgyhogy nekem innen indult az egész tech iránti szeretet, és hát a gaming pedig a barátaim hatására jött. És ez a kettő összekapcsolódott? Igazából én már gyerekkorom óta érdeklődtem így a technikai dolgok iránt. Iszonyatosan sokat kockultunk. Igazából elkezdtem ebben dolgozni, akkor így elsősorban az audióvonal mozgatott, így az IT így ezt követte, és hál' Istennek az ASUS-nál lehetőségem nyílt így ebben teljes mértékben kiteljesedni, úgyhogy nagyjából így jutottunk ide. És mit hoztál nekünk ma? Tudom, hogy gamer vagy, ezért arra gondoltam, hogy megbeszélhetnénk, hogy mit tudnak a gaming routerek. Szuper! Így hoztam neked két belépő ASUS gaming routert, amik nagyon-nagyon hasonlóak lesznek, de mégis lesz köztük egy pár különbség. Nyissuk is ki! Esélyem sincs. Tök jól néz ki mind a kettő, és nagyon hasonlítanak egymásra. Mi a különbség köztük? Igazából ebben teljesen igazad van. A 65P is, illetve a 85P is ugyanezt a nagyon modern, 3 antennás álló dizájnt kapta. Azt még el kell mondanom, hogy nem csak 3 külső, hanem ezen kívül egy belső antennája is lesz mind a kettőnek. Mind a kettő az EU szabványok szerinti 5 decibeles antennával lesz szerelve, viszont mind a kettő fix kivitel, tehát nem lesz lehetőségetek ezt lecserélni. Illetve a külsőségek tekintetében még el szeretném mondani, hogy mind a két router 4 darab gigabites LAN-portot kapott, illetve egy-egy 3.1-es USB-t. És ezek mire jók? Hogyan tudom ezeket kihasználni? Mármint, hogy az USB-port? Rengeteg lehetőséget ad neked, hogyha a routereden van egy USB csatlakozó. Például megosztott tárhelyként tud funkcionálni, ugyanis rá tudsz kötni egy HDD-t, vagy esetleg egy pendrive-ot. Ezen kívül támogatja a multimédiás lejátszást, erre kompatibilis eszközökkel persze. Például, hogyha a Smart TV-d van, vagy akár a konzoloddal, ezeket nagyon jól ki tudod használni, illetve akár a mobil internetedet is meg tudod osztani, hogyha a szolgáltatótól van egy 3G-s, 4G-s USB modemed. Gyakran előfordul, hogy felugrik a pingem, miközben játszol, és az nagyon irritáló tud lenni, főleg amikor egy first person shooterre játszom, és a KDRM-et szétcsaszik teljesen. Ez baromi idegesítő lehet, ezt tökre meg tudom érteni. Szerintem erre a legjobb megoldás az ASUS Smart Quality of Service lesz, ami tulajdonképpen egy adaptív sávpriorizáló. Ez azt jelenti, hogy kiemelt adatforgalmat tud biztosítani számodra ahhoz az eszközhöz, amin éppen játszol. Legyen az a notid, legyen a PC-d, akár egy konzol, akár egy mobil, bármi. Lényeg az, hogy a játék adatcsomagok elsőbséget fognak elvezni. Ezen kívül a multi-user MIMO technológia is segíteni fog a pinged arányának a javításában, ami lehetővé teszi azt, hogy minden MIMO kompatibilis eszköz egyszerre párhuzamosan maximális sávszélességet kapjon a routertől, nyilván a router kapacitásáig. Van rá lehetőség valahogy, hogy amikor én és a lakótársam is egyszerre játszunk, akkor elszeparáljuk valahogy a sávokat? Ez egy tök jó kérdés. Mind a két router biztosítani fogja számodra erre a megoldás, ugyanis mind a kettő dualbandes. És az elején nem tértünk ki rá, de a legnagyobb különbséget az fogja adni, hogy a 65P egy 1750-es, a 85P pedig egy 2400 Mbps router. Tulajdonképpen azzal, hogy dualbandes routerek, az azt jelenti, hogy szimultán fog neked egy 2,4 GHz-es, illetve egy 5 GHz-es sávszélet biztosítani. Ezzel akár adott az a lehetőséged, hogy a lakótársadnak csak a 2,4-es az adsz jelszót. Így az 5 GHz-es sávszél csak a tiéd lesz, ráadásul annak az elméleti sebessége jóval nagyobb is lesz, mint a 2,4-nek, viszont arra érdemes figyelni, hogy egy picit a hatótávja kevesebb lesz. De mivel egy viszonylag kislakásról beszélünk, ez szerintem egyáltalán nem fog problémát okozni nektek. Szóval, akkor ha jól értem, ez bírni fogja a strapát? Igen, nem lesz gond a teljesítménnyel, ugyanis mind a két router egy dual-core-os 1,8 GHz-es procit kapott, ami kiemelt teljesítményt fog számodra biztosítani és stabilitást játék közben. Úgyhogy nem kell aggódnod a router teljesítménye miatt. Akkor most már tudom, hogy mire kell figyelnem, amikor gaming routert vásárolok, kösz a hasznos tippeket. Örülök, hogy tudtam neked segíteni. Sőt, remélem, hogy a nézők is kaptak egy pár hasznos ötletet. Ha tetszett nektek ez a rész, akkor iratkozzatok fel az iPon YouTube csatornájára, mert mindig a legújabb termékeket mutatjuk be nektek. Sziasztok! Sziasztok! Ne felejtsetek el kommentelni. Mert 2 rogsapkát sorsolunk ki köztetek.